Sziasztok! Említettem már előző napokban, hogy a lepra, a carát, a Talmud szerint azért jön, mert az illető pletykázott, lason harát mesélt, rosszat mesélt másikra. Ezt kapcsán érdemes említeni a Chafetz Chaim című könyvet, ami több mint 100 évvel ezelőtt jelent meg, egy bizonyos litván rabbi, aki feldolgozta ezeket a törvényeket, mit szabad és mit nem szabad mondani a másikról. A könyvnek a fele szabályokból áll, és a második fele pedig a témáról beszél, idéz különböző talmudi mondásokat, a lason hará, a pletykázásnak a súlyosságáról. Mesélnek, hogy egyszer megkérte az 5. Luvácsi rebét, a Rebera Sábot, Rabbi Shalom Dov Bert, azt mondta, annyit haszidizmust már mondtál és meséltél, biztos, hogy sokat beszéltél erről a tilalomról is. Akkor kérem, adjál ide nekem a kéziratokat, és én ezeket le fogom hozni a könyvemben. Erre azt mondta neki a Rebera Sáb, azt mondja, sajnálom, de én a sonára tilalomról én soha nem beszéltem. Hogy? Tehát ilyen komoly dolog is nem beszélsz róla? Erre azt mondja a Rebbe, figyel, azt mondja, ha beszélünk a lason haráról, akkor a tünetről beszélek, a szimptomról. Valaki nem szereti a másikat, és mesél róla rosszat. Igen, akkor azt lehet tárgyalni, mit szabad és mit nem szabad mesélni. De ha beszélek arról, hogy szeress fele barátod, mint saját magadat, hogy milyen fontos az, ha az ember szeretni fogja a másikat, akkor automatikusan elmarad az oka, hogy meseljen rosszat a másikról. Ez egy nagyon-nagyon fontos tanítás. Szeressük egymást, és így biztos, hogy nem fogunk most rosszat mondani egymásról. Köszönöm szépen!